A Szekszárdi Balassa János Kórház közleménye szerint a koronavírus járványügyi adatainak ismeretében átmeneti látogatási tilalmat rendelnek el valamennyi osztályon. Szücs Mária orvosigazgató kiemelte, az intézkedés a megelőzést szolgálja. A kórház felkészült a járvány esetleges feledősödésének kezelésére is, ennek megfelelően ugyanúgy, ahogy az eddigiekben, a D-épület látja majd el a járványkórházi feladatokat. A helyzet a betegek iránt érdeklődők, vagy számukra csomagokat vívők számára is más szabályokat léptetett életbe. A kezelőorvosokkal változatlanul tartható a kapcsolat a honlapunkon megjelent telefonszámokkal, illetve 3-ától, tehát november 3-ától a járványkórházban visszaáll a diszpécser központ, és akkor ott a munkatársaink felveszik az érdeklődők adatait, telefonszámát, és továbbítják a kezelőorvosnak, aki majd fel fogja hívni a családot, és megfelelő tájékoztatást ad. A rendelkezés nem érinti a kórház munkáját, jelentette ki Szücs Mária. A fekvő és járó beteg ellátás folyamatos. Aki viszont csomagot akar beküldeni, annak ez a portaszolgálat igénybevételével válik majd lehetségessé. Természetesen a csomagokban csak a legszükségesebb dolgok legyenek. Aki 6 óra után akarja leadni a csomagját, erre van lehetőség, de az már csak másnap kerül fel a címzethez, illetve itt a szülészet épületébe szánt csomagokat pedig itt a Veselényi portán lehet leadni. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a nap folyamán bejelentette, napokon belül az ország összes egészségügyi intézményébe bevezetik a látogatási tilalmat.